Maradunk az erdélyi tavak világában, ezúttal Désre, pontosabban a Dési Sóstóhoz, a Torokba hívom meg Önöket. Kolléganőm Orbán Sebesi Katalin ezelőtt néhány évvel járt ott, már akkor szépnek találta a helyet, de azóta bizonyára még szebb lett. Amint azt már önöknek megígértem, a Dési Sóstónál vagyunk, az úgynevezett Toroktónál. Azonnal megkérdezem, hogy miért is ez a neve ennek a helynek. Kádár Lászlóval beszélgetek, helyi önkormányzati képviselővel. Jó napot kívánok! Csókolom, örvendek, hogy eltetszett jönni és megtetszett minket látogatni. Mitől Torok ez a hely? Torok, hát ez, én gyerekkoromban is mindig azt mondtam neki Torok, római kori sóbányászat, római korból folyt itt sóbányászat, hogy folyik most is, és az évszázadok folyamán kialakult egy sóstó ezen a helyen, és a kinézete alapján is, és azt mondták a régi, az öregek, hogy ez a tó feneketlen tóvonat, tehát egy olyan torokszerűség, és valószínűleg igen. Románul is átvették ezt a elnevezést, mondjuk Dézse mindenki úgy ismeri ezt a tavat, hogy ez a Torok. Tehát a római korból származó hely. Római korból folyt itt is sóbányászat, és azóta az évszázadok folyamán, azóta is bányásznak, és itt Dézsen van egy nagy egy sóbánya, egy ipari kitermelés folyik most is Dézsen. Azt a nézőinknek már elmondtuk, hogy a kolozsi sóstó sótartalma 29%-os, itt ez mennyi? Ez körülbelül 40%-os. Az igen, ez azt jelenti, hogy itt elsüllyedni nem lehet. Nem, ha meg tetszik próbálni. Tehát bárki biztos, jöhet, bárki biztos, kipróbálhatja, biztos, aki nem biztos, tud úszni, az is. Az is, igen. Mennyien látogatják, jönnek-e a turisták? Hát, amióta ez az üdülőtelep kialakult, azelőtt persze, aki akart eljött, aki akart nem jött el. Most, hogy hányan látogatják, mondjuk napra nem tudom megmondani, de mondjuk a csúcs tulajdonképpen az idén tavasszal, májusban indult meg a forgalom, akkor adtuk át hivatalosan ezt az üdülőtelepet, és a legnagyobb, a csúcs látogatottság volt ezelőtt 3 vagy 4 héttel egy vasárnapi nap, amikor több mint 3300 fizető vendége volt a teletnek. Nem semmi, ez már ígéretes dolog, igen, így a nyárra nézve. Igen, és reméljük, és sőt, majd aztán át fogunk térni arra, hogy nem csak nyáron, mert egy olyan fedett medencénk is van, amelyet télen is lehet használni. Mi szóval, az, ami a felújítás után itt még létrejött? Tehát volt, hát a tulajdonképpen elméletileg, ha is szétnézünk, tulajdonképpen csak az üres dombok voltak, fűvel vagy fű nélkül, és ez a tó, amely persze nem úgy nézett ki, mint most, hanem egy normális tó, ami mondom, hogy évszázadok alatt alakult ki, és vált azzal, hát ami vált. Tulajdonképpen minden azt most ezzel a Fáre programnak az életbe ültetésével valósult meg, még a fű is. Milyen szórakozási lehetőségek vannak? Édesvízű strandot látok. Édesvízű medencénk, igen, van, kettő, egy szabadtéri, egy pedig fedett. Azt meg fogjuk majd nézni esetleg, vagy megmondhatom most, hogy benne a fedett medence mellett két szauna van, kis medencék, ahol sós vizet melegítünk, és hidromasszázsra is lehet használni. A gyerekeknek most fogadtuk el a városi tanácsban a múlt hónapban, hogy egy szórakozó helyet fogunk felépíteni, az már saját pénzünkből lesz, már városi, igen, pénzből, városi pénzből, ahol a gyerekeknek különböző féles fajta játékok és szórakozási lehetőségeket fogunk biztosítani, mondjuk a fürdésen kívül. Sporttevékenységet lehet folytatni, tenisz, és igen, és mini focipálya, labdarúgó, kisméretű labdarúgó pálya van, 3, kosárlabdázni lehet, sőt, enni is lehet, hogyha igen, lehetőséget próbálunk biztosítani. Nagyon nagy áraik vannak, belépő árakra? Nem, én azt mondom, hogy az áraink vonzóak, felnőttnek egy egész napos belépő 8 lej, délután, hogyha 4 óra után jön az illető felnőtt, az csak 4 lej, gyerekeknek pedig 4 lej. Kedves nézőink, nem tudok egyebet mondani ezek után, mint sem, hogy látogassanak el a Dési Sóstóhoz is, a Dési fürdőhöz is. Szerintem nem fogják megbánni. Nagyon szép így első látásra, én még soha nem voltam, úgyhogy laikusként mondhatom, hogy szép hely, érdemes kipróbálni.
Az előző beszélgetésben arról volt szó, hogy a naptejek, krémek ártalmasak bizonyos természetvédelmi tavak vizére, de bizonyára segítenek a mi bőrünknek átvészelni a nyári nap ártalmas hatásait. Nem lehet elég sokat beszélni arról, hogy mennyire fontos vigyázni bőrünk egészségére. Éppen ezért hívtuk el a stúdióba Hegedűs Lajos bőrgyógyászt, hogy tudatosítsa nézőinkben a megelőzés fontosságát. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, üdvözlöm a nézőket! Na hát most anélkül, hogy ijesztegetnénk a nézőinket, azért el kell mondjuk azt, hogy egy 2015-ös tanulmány szerint ugyebár az utóbbi 10 évben 200%-kal nőtt Romániában a bőrrák kialakulásának veszélye. Igaz ez? Helyesen mondom? Kerekítve igaz, tudnék az utóbbi években észrevették azt, hogy kb. 20%-kal nő a rákos betegségek diagnosztizálásának az aránya. De ez nem jelenti azt, hogy az emberi faj ennyire romlik az anyaga, hanem azt jelenti, hogy a felismerés, a korai fázisban levő keresés, mint új stílus, hogy mondjam, nagyobb számban azonosítja a daganatokat, mint régebben. Tehát régebben kevésbé figyeltek erre, most rendkívül screening felmérések keretén belül nagyon hamar azonosítják, és akkor persze nagyobb számban ugyanolyan időegységben nagyobb számban fedeznek fel, mert keresik. Igen, és akkor ez nyilván ijesztően hat. És akkor ez úgy tűnik, hogy robbanásszerűen megnőtt. Tulajdonképpen az egyensúly, a biológiai egyensúly az fenn van már évezredek óta. A másik dolog talán az, hogy a mai modern emberi életmód következtében nagy embertömegek vannak kint a szabad levegőn hosszú ideig a napon. Ami régebben nem így volt, egyrészt, másrészt sokkal jobban le vannak vetközve, mint régen. Igen, a divat változásával is kárt okozunk magunknak. De az igaz, hogy a rákos megbetegedések között első helyen van a bőrrák? Vagy ez is túlzás? Mondjuk, hogyha megnézzük különböző, hogy úgy mondjam, centrumoknak, szakcentrumoknak az adatait, akkor különböző országok, akkor kiderülne, hogy nem pont mindenütt a melanoma, de tény az, hogy a melanoma pont ezért, amit mondtam, sokkal jobban levetközve, sokkal hosszabb ideig, sokkal korábban, gyerekkorban kint vagyunk reggeltől estig a napon, ennek következtében nagyon megugrott a melanomás betegségeknek a száma. Melanoma az azt jelenti, hogy? A melanoma az azt jelenti, hogy a bőrön sokféle rákos daganat van. A melanoma azt jelenti, hogy a festéket termelő sejteknek az elfajulása következtében létrejövő nagyon agresszív rákos megbetegedés jön létre. De vannak egyéb típusúak is, amik más sejt, a bőrt alkotó más sejtekből indulnak ki, nem a festéktermelő sejtekből. Melyik a veszélyesebb, melyik a gyakoribb? A melanoma, igen. A legveszélyesebb, nem a leggyakoribb, tudnélik az úgynevezett karcinomát, a különböző laphámrákok a bőrön, azok gyakoribbak. Jó, akkor vegyünk egy pár praktikus kérdést, hogy tudjunk segíteni is azoknak, akik néznek bennünket. Tehát évente nő például azon órák száma, amennyit a napon szabad tartózkodni. Régebb déli órákról beszéltünk, hogy akkor nem szabad kint ülni a napon. Korábbi években azt mondták, hogy 11-től délután 4-ig. Ez megint nőtt ez a periódus. Melyik az a napszak, amikor valóban nem szabadna napon tartózkodni? Visszatérnék annyiban az előbbiekre, hogy ne feledjük el, rengeteg dokumentumfilm van, ami mutatja, igen, hogy az Egyesült Államokból indult el a 19. század végén, 20. század elején az a divat, hogy tömegesen millió számra kint tartózkodunk a tengerparton a napon, és maga a turizmus is egy 18. századig végi arisztokratikus, 19. század végére polgári, 20. századra tömeg szokássá vált. Tehát az újabban ül kinn az ember a természetben reggeltől estig. Na már most, tehát a turizmus az, ami gyakorlatilag ezt a robbanásszerű jelenséget előidézi. Igen. Amitől mi félünk. Igen, de hát hogyha elmegyünk egy hétre, elmegyek nyaralni az Adriai tengerpartra, azért nem szívesen ül bent az ember az árnyékban 11-től 4-ig. Hánytól hányig nem menne ki ön a napra? Nem én mondom, hanem gyakorlatilag kb. 25 évvel ezelőtt a Kanada és az amerikai meteorológiai és egészségügyi hatóságok kitaláltak egy úgynevezett ultraibolya indexet.
végsősoron a rákos elváltozásoknak az oka elsősorban az ultraibolya sugaraknak a hatása. Igen. És akkor kitaláltak egy ultraibolya indexet, elkezdték figyelni minden nap a maximális, tehát a legerősebben, a délidőben, mennyire erős az ultraibolya sugárzás. Igen. És ezt követték minden nap éveken keresztül, kialakult gyakorlatilag az úgynevezett ultraibolya index, ami azt jelenti, hogy ha holnap ki akarok menni napozni, igen, holnap délbe, akkor az interneten megkeresem az ANME, Adminisztrácia Nacionale de Meteorologie .ro, megkeresem az ultraibolya indexet. Ott van a harmadik lapon. Aha, mert az naponta változik. Persze, hogy változik, sőt, naponta is változik, a napközben is változik. A déli órákra adják meg rendszerint, és akkor van egy skála, amit figyelembe kell vegyenek az emberek akkor, amikor kimennek napozni. Én laikus hétköznapi ember, én is megértem? El igen, tudok igazodni? Egyszerű, szép, jó, kifogástalan, igen, le a kalappal. Általában, ha valaki egy olyan családban született, ahol az embereknek világosabb, kényesebb, érzékenyebb, hamar sül le a bőre, ég meg a bőre, akkor ő is hamar rájön arra, hogy a nap neki nagyon hamar baj csinál, míg a többinek, akivel együtt játszik, kevésbé. Uh-huh. És akkor már gyerekkorban tudja azt, hogy az ő bőre érzékeny. Na, ezek az egyedek déli 11, délután 4 óra, 5 óra között nem jó, hogyha sokat ülnek kint a napon. Fél órát lehet, egy órát lehet, uh-huh, de úgyhogy 5 órán keresztül nem törődve a napon, uh-huh, hagyom magamat hirtelen leégni, uh-huh. Még egyszer, ki kell hangsúlyozzak, mindenkinek azt kell tudni, 18 éves kor előtt a gyerekek, a fiatalok, a pubertásban levők nem szabad hirtelen az első májusi erős napon leégjenek hevesen. Uh-huh. Na, ez a legveszélyesebb. Uh-huh. Ez az, amit kerülni uh-huh kell. Azért ez egy nagyon jó információ. 11 és 4 között ezt megtudtuk, aneme.ro. Igen. Tehát érdemes ezt tanulmányozni. Egy felelős elmondom szülő, pár szóban, hogy mit jelent ez az egész. 0 és 3 rizikófaktor között zöld sávban jelenik meg ez az alacsony veszélyeztetettségű zóna. 3-6 között sárga színnel a mérsékelten veszélyeztetett ultraibolya sugárzási zóna. 6-8 között a magas, ez a narancs színű, 8-11 között a piros, ez a nagyon magas, és 11-től 15-ig ez az ibolya, ez az extrém magas. Na, 10-től felfele a nagyon magastól nagyon kell vigyázni, valóban. Értem. 11 és 4 óra között. Tudni, 12 és 1 óra között tetőzik az ultraibolya sugárzásnak a minősége. Na, a mennyisége, amit ellenben azért jó követni, és nem csak felnézni a derült égre vagy felhőségre nyáron, tudnilik, vannak olyan felhők, a zömmel a felhőknek ilyen, átengedi az ultraibolyát. És akkor tulajdonképpen meg kell nézni, hogy mit mutat nekem az index. Ha az index felhős időben is nagyon magas értéket mutat, ha nagyon érzékeny a bőröm, akkor vigyáznom kell. Akkor nem menjek ki a napra. Na, és talán beszélhetnénk arról, hogy ki honnan tudhatja meg, hogy miért, hogy milyen a bőr. Na, gyorsan ezt is, mert ez is izgalmas. Igen. Tehát lehet, hogy én sötét bőrű vagyok, de lehet, hogy érzékeny ennek ellenére a bőröm. Körülbelül 50 évvel ezelőtt az amerikai bőrgyógyászok, mivel onnan indult ki a tömegturizmus, ottan ütköztek bele a problémába legelőször, kialakítottak egy úgynevezett Fitzpatrick skálát. Az interneten megvan magyarul, románul, angolul. A Fitzpatrick skála, ez egy ír eredetű amerikai bőrgyógyásznak a skálája, 6 kategóriába sorolja az emberi bőrt. Igen. Az egyes kategória a nagyon világos, tulajdonképpen rózsaszín albino, igen, a hatos pedig a mély fekete. Igen. Na most ez azt jelenti, hogy van egy érdekesség, a különböző emberek, fehér, sötét, barna, fekete bőrű embereknek a bőrébe ugyanannyi melanocitas sejt van. Igen. Tehát ugyanannyi van, de ezeknek a tevékenysége eltér annyiban, hogy több vagy kevesebb festéket termel. És ezt a festéket nyúlványok révén a bőrben levő sejteknek az öröklési anyaga, a DNS föl és sapkaként, napernyőként elosztja. Értem. És a bőrünknek a színe annak a függvénye, hogy mennyi festéket termelnek a melanocitáim, és milyen ügyesen és egyenletesen osztják szét a festéket. Konkrétan én hogyan szerzek tudomást arról, hogy milyen a bőröm, s mennyire érzik. Van írva ott a 6 kategória. Igen. Ön valószínűleg 3/4-be esik. Igen. Kevés időnk maradt, olyan érdekes dolgokat mondta, hogy én azt mondom, nem is kérdezek, inkább mondjál az, ami még nagyon fontos tudni. Ami nagyon fontos. Mit kenjünk magunkra, mit tegyünk.
Tapasztalatból mondom, hogy az ajkakra kell vigyázni, az orra, a szemkörnyékre, fülre, nyakra, kész hátra. Tudnilik 60-70 éves korban itt keletkeznek elsősorban zömében a rákos elváltozások. Fényvédőkrémet kell használni, kalapot kell használni 11 óra és 4 óra között. És egy érdekes dolog, Svédországban bevezették, a kisgyerekeknek kötelezően napszemüveget kell használni. Tudnilik észrevették azt, hogy a nagyon sokat szabadban tartózkodó, a napfénnyel sokszor kapcsolatban jövő embereknél a szürke hályok gyakorisága sokkal nagyobb. És gyakorlatilag, hogyha gyerekkorban már óvom a lencsét, tulajdonképpen a szemlencsét, akkor időskorban a szürke hályobb kisebb gyakorisággal fog előfordulni. Hát nagyon sok hasznos információt megtudtunk, és én még kérdeznék nagyon hosszú ideig, de sajnos lejárt a műsoridőnk. Tehát napszemüveg, nézni az aneme.ro-t, és világos színű ruhák. Világos színű ruhák, és vigyázzunk magunkra, mert megéri. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm én is.